A hűvös őszi időjárás következtében megkezdődött a fűtési szezon. A háztartásban megtalálható fűtőtestek közül a nyitott égésterű gázkészülékek, tömör kályhák és kandallók okozzák a legtöbb problémát, ezek az adott helyiség levegőjét használják. A szénmonoxid színtelen, szagtalan és a levegőnél alig könnyebb gáz, amely a tökéletlen égés mellékterméke. Fontos, hogy a szénmonoxid már kis mennyiségben is mérgező, megakadályozza, hogy a vér megfelelő mennyiségű oxigént szállítson, ezáltal másodpercek alatt eszméletvesztést okozhat. Az Alamegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság a védekezés fontosságára hívja fel a figyelmet, emellett pedig a szénmonoxid érzékelők helyes használatában is segítséget nyújtanak. 1-1,5 méterre felszereljük őket egy bizonyos abban a helyiségben, ahol vannak ezek a készülékek, akkor ugye egy beállítás után, az indítás után a használati utasításokat betartva, ugye ezek elindulnak és működnek. Abban az esetben, amikor mondjuk ez a készülék érzékeli, hogy abban a helyiségben a szénmonoxid koncentráció átlépte azt a bizonyos értéket, ami ugye általában mindegyiknél meg van határozva, akkor azután hangos jelzéssel vagy éppen fénnyel jelzi azt, hogy itt bizony baj van. Ebben az esetben tudjuk azt tanácsolni, hogy ha ilyet észlelünk, akkor azonnal hívjuk a 112-t és kérjük a tűzoltók segítségét. Fontos azonban, hogy a készülékeket 5-7 évente cserélni szükséges. A fűtőtestek mellett a szabálytalan kivitelezés, a karbantartás elmulasztása, illetve a nem megfelelő szellőzés is állhat a probléma hátterében. A modern nyílászárók például kevesebb levegőt engednek a helyiségbe, ezáltal még lényegesebb a rendszeres szellőztetés. A szénmonoxid nem irritáló hatású, ezért fontos kiemelni, hogy a tévhittel ellentétben az állatok sem képesek észlelni azt. A szénmonoxid egy színtelen, szagtalan gáz. Ő itt macska. Nagyon cuki, de nem szagolja ki. A szénmonoxid érzékelő jelzését követően a legelső teendő a tűzoltók riasztása. A mérgezés tipikus tünetei a fejfájás és hányinger. Amennyiben a készülék már jelzett, de magunkon még nem észleljük a tüneteket, a tűzoltók riasztását követően nyissunk ablakot, majd hagyjuk el a lakást. A katasztrófa védelem arra hívja fel a figyelmet, hogy az elmúlt években a szénmonoxid érzékelők több száz állampolgár életét mentették meg országszerte, többek között vízipipa szén által termelt szénmonoxid mérgezéstől is. A pipa szén izzadt, ez pedig szénmonoxiddal járt. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság honlapján található a megbízható, illetve a nem kifogástalanul működő készülékek listája, ezek a megfelelő érzékelő kiválasztásához nyújtanak segítséget.